Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és akkor némi magyarázattal szolgálnék, hogy mi is történik tulajdonképpen itt Tatabányán, és miért van ideiglenesen korrekció. Hát egy összekötő út épül alagúttal együtt, ami Sárberek, illetve Bánhidát köti össze. Ez egy nagyon régóta tervezett összekötetés, és egy nagyon szükséges összekötetés. És emiatt majd most novemberig, mint láthatjátok, ezen a kialakított kis kerülőúton, tényleg minimális igazából, szóval ezen közlekednek a vonatok, és majd novemberben kerül vissza, tehát amit láthattatok, vagy illetve ahol most jöttünk, az majd meg is fog szűnni, tehát ez csak egy ideiglenes korrekció, nem pedig végleges, és novemberben újra a régi pályán, illetve pálya részen fog közlekedni minden. Na és a másik változás, hogy láthattátok, a Sopron felől érkező IC, az a déli pályaudvarra ment be, illetve megy be, nem pedig a keletibe. Ennek igazából az oka, hogy a déli összekötő vasúti hídon jelenleg egyvágányozás van, hiszen az új hídelem elkészült, de még forgalomra nem alkalmas. Úgyhogy ideig most egyvágányozás van, és emiatt mérsékelten lehet közlekedtetni ugye ott vonatokat, hiszen azért az egyvágány nagyon kevés, és ez a tulajdonképpen a Dunán átívelő legforgalmasabb vasúti híd. Igen, nehéz volt megoldani, meg gondolom nehéz lehetett megoldani, tehát ilyen formában jutottak be az IC-k most a délibe, illetve például a félórás ütemben megszokható Kőbánya-Kispest felől Kelenföld fele, illetve utána Martonvásár vagy Tárnok, illetve Székesfehérvár végcéllal rendelkező vonatok közül is, most csak a G43-asok, tehát csak a fehérvári vonatok közlekednek át a hídon. Tehát óránként lehet számítani most Köki felől Kelenföld irányába vonatokra. Ettől függetlenül természetesen közlekednek azért vonatok a keleti pályaudvarról is, például a Hegyeshalmiak, az EC-k, illetve például mint a Railjet is áthalad majd a hídon, nem véletlenül választottam ezt, hiszen majd innen akkor tudok nektek videózni a jelenlegi állapotokat bemutatva, és akkor ez tényleg egy nagyon-nagyon összefoglaló videó lesz, ami hát ilyen félig meddig apróság, azért ezt ne nevezzük apróságnak, hiszen mind a tatabányai új út, illetve alagút, mint pedig a déli összekötő vasúti híd egy óriási projekt, csak maximum a kis nyomvonal korrekció nevezhető apróságnak, illetve az, hogy most egy ideig egyvágányozás van, hiszen végül is egyébként kultúráltan normálisan megoldották, és hát nem először haladnak be a gyesebb vonatai a déli pályaudvarra, szóval ez már azért egy bejáratott módszer, tehát nincs semmi probléma. Igazából örüljünk annak, hogy ilyen hamar, viszonylag tényleg hamar elkészült az új hídtest. Hát van még kettő igazából, megnézzük a jelenlegi állapotokat mindenképpen. Most egy kicsit élvezzük a Railjet első osztályát, ami ugye, mint hallhattátok, vissza jutott a keleti pályaudvarra, ugye volt egy videó, amikor csak kelenföldi közlekedett, ennek pedig az oka egy osztrák vágányzár volt, és emiatt közlekedtek a vonatok csak kelenföldig, mert valóban, amit ott hülyeségnek ítéltem, de hát nem volt igazam, a forduló idő nem lett volna meg, hogyha bemegy a keletibe. Visszatérve egyébként a tatabányai történetre, attól függetlenül, hogy ugye kiépül majd a híd, és visszateszik a rendes nyomvonalra a pályát november környékén, ettől függetlenül nem készül el a projekt, a projekttel egyébként 2023-ra terveznek elkészülni, ekkora épül ki az út, és alakul ki az összeköttetés Bánhida és Sárberek között, ami hát nyilván a helyieknek baromi fontos, hiszen nagyon-nagyon régóta vártak erre. Nekem túl sokat nem mond ez a történet, engem inkább vasútilag érdekel, hogy egy ideiglenes pályán haladunk, és ezt jó volt megörökíteni, nem mintha nem lett volna erre még időnk novemberig. No, elhagytuk Kelenföldet, és szépen haladunk keleti pályaudvar irányába, és hát hamarosan ott vagyunk az összekötő vasúti hídnál, és természetesen akkor megörökítem nektek a jelenlegi állapotokat. Ugye tudnotok kell, hogy igazán baleset veszélyes oda felmászni, nem is szabad,
Szóval alapvetően egyébként a legjobb opció, hogyha ezt videózni szeretnétek, vagy megnézni, hogy hát valamivel átmentek rajta. Úgyhogy én ezt javaslom, mást semmiképpen sem. Mert eléggé elzárt. És hát azért óriási a forgalom itt. Érkezünk. Egyébként én sem tudom, hogy hogy áll éppenséggel, mert utoljára másfél hete mentem át rajta. Tehát nem tudom, hogy azóta mi történt, vagy mi nem. Itt van rengeteg betonaj, pihíznek a munkások. Aha. Ez már bizony az új hídelemre felvezetés. Ez még legutóbb nem volt meg, nem tudom, hogy ez másfél hete volt, lehet, hogy kettő, de ez akkor még nem volt meg. Tehát már megvan a felvezetés az új hídelemre. Viszont még dolgoznak rajta, tehát nem járható. És láthatjátok, hogy a következő hídelemről pedig már leszették a vágányokat. Az meg azért nem járható. Hát igen, a tartó elemek miatt elég rosszul láthatjátok, de szerintem azért látható, hogy le van szedve. És ahogy nézem, most ezt meg nem tudom állítani, de szerintem a drót is, igen, a drót is, minthogyha... Ja nem, ja, bocsánat, az nincs még kihúzva még. De itt lehet jól látni. És itt még nincs meg a bekötés, a visszakötés. A helye az már megvan az úszott kövekkel, ugye? Felső vezeték, tartó oszlopok. Aha, idáig. Itt láthatjátok. És akkor igazából itt már minden a megszokott. Úgyhogy haladunk a keletibe. Most érünk Ferencváros bejáratához. No, hát mély tisztelettel megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmeteket. Mindenképpen csapassatok egy lájkot, illetve írjátok meg kommentbe a véleményeteket a jelenlegi fejlesztésekről. És várlak szeretettel titeket egy következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!